Az elmúlt hetekben azt hallhattuk, hogy az amerikai Egyesült Államokban egészen az amerikai elnökökig érő pedofil hálózatot lepleztek le, a szomszédos Romániában pedig két tizenéves, egy 15 és egy 18 éves lányt rabolt el egy pedofil bűnöző, aki megerőszakolta és meggyilkolta őket. Magyarországon pedig a rózsadombi családírtás borzolta a kedélyeket, ahol egy négy éves kisfiút brutális kegyetlenséggel kivégzett az édesapja. Sajnos ezek az esetek ezek nem rendkívüliek, nem csak Magyarországon, hanem Európában és a nagyvilágon azt látjuk, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények egyre brutálisabbak, és a számuk egyre szaporodik ez indokoltát teszi, hogy Magyarországon is végre a törvényalkotók lépjenek, tegyenek valamit. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom törvénymódosítást fog benyújtani a parlament elé, amelyben a kémiai kényszer kasztrálást fogjuk kérni, amelyet a büntető törvénykönyvbe szeretnénk beemelni. Jó példa erre az, hogy idén júliusban Ukrajnában a parlament elfogadta a pedofilok gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények elkövetői esetében a kémiai kényszerkasztrálást, de nem csak a szomszédos Ukrajnában létezik már a kémiai kényszerkasztrálás, hanem 2009 óta Lengyelországban is a büntető törvénykönyv részévé tették ezt a fajta. Büntetési formát, amely nem pusztán a pedofil bűnözők megbüntetéséről szól, hanem egyszerűen arról is, hogy statisztikai adatok szerint a pedofilok jelentős része később visszaesik a börtönből szabadul, szabadulva, újabb bűncselekményeket követnek el gyermekek ellen. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy a kémiai kényszerkasztrálás mellett a büntető törvénykönyvön kívüli eszközökre is szükség van, például olyan nyilvános adatbázis létrehozására, amelyben bárki bármikor láthatja a fénykép vagy az arcképe kitakarása nélkül azokat a pedofil bűnözőket, akik kiskorúak, gyermekek vagy akár fiatalkorúak ellen bármilyen jellegű bűncselekményt, különösképpen szexuális bűncselekményt követtek el. Magyarországon a büntető törvénykönyvben a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális jellegű bűncselekmények büntetési tétele rendkívül alacsony. A mi hazánk mozgalom elfogadhatatlannak tartja azt, hogy kettőtől nyolc évig terjedő börtönbüntetéssel meg lehessen úszni gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményeket. Ezért azt is követeljük, törvénymódosításunk azt is csatoljuk, hogy ezeknek a büntetési tételeknek a megduplázását kezdeményezzük. Tehát ha 2-től 8 évig terjedő börtönbüntetéssel jár jelenleg a BTK szerint, akkor mi 4-től 16 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtanánk a gyermekek ellen bűncselekményeket elkövetők tetteit. És természetesen a már korábban, bemutatott szibériai béraptartás koncepciója mentén ezt a fajta büntetést a gyermekek, fiatalkorúak és kiskorúak ellen bűncselekményeket, különös tekintettel szexuális jelenű bűncselekményeket elköveték esetében szintén Szeretnénk alkalmazni, tehát azt fogjuk javasolni, azt fogjuk kezdeményezni az országgyűlésben, hogy ezeket a megemelt, megduplázott büntetési tételeket szibériai béraptartás keretében kelljen letölteni. Ami a kémiai kényszerkasztrálást illeti, itt a második ilyen jellegű bűncselekményt elkövetők esetében ezt automatikusnak tekintjük, tehát úgy fogjuk a törvénymódosításunkat beadni, hogy ebben az esetben ez már automatikus. Az első alkalommal a hatóságok látókörébe kerülő gyermekekre támadó bűnelkövetők esetében pedig különös vizsgálatot igényel, illetve akár indokolt esetben az elkövető beleegyezéséhez is köthetnénk. Második esetben azonban ennek automatikusnak kell lennie.